Gálos Roland a tavalyi szezonban a Nordhausen együttesénél szerepelt, míg az idén elfogadta a Hamburg Giants ajánlatát és a kikötővárosba tette át a székhelyét. A januári Bundesliga rajton a hamburgiak nem számítottak Rolira, azonban az előző héten már megérkezett a meghívó. A bajai ökölvívó remek formában volt, hiszen hetek óta gőzerővel készült a közelgő bocskai emlékversenyre. Rolandra nem várt könnyű összecsapás, az ukránok regnáló Európa-bajnoka volt az ellenfél. Végül egy kiváló mérkőzést vívtak a felek, amely végén némi meglepetésre a pontozóbírák 2-1-re az ukrán fiút hozták ki győztesnek. Az első menetben sajnos azt kicsit apám is megbeszéltük, hogy azt elaludtam nagyon, de a második, harmadik menetben már láttam azt, hogy nagyon bele, mindig egy első csapottal akar indulni, és mindig beleesett az ütés, amit hátrevettem, és abból próbáltam kontrázni, és így a második, harmadikben ez így nagyon jól ment, így föl tudtuk építeni, és szerintem második, harmadik menet az fölényesen az enyém volt, úgyhogy így is nem értem még, hogy lehetett az, hogy 2-1-re sajnos így kikaptam. Az elégedetlenségüknek és a helyszínen lévő szakemberek meglepetésének többen hangot is adtak, most mégsem a látottak alapján döntöttek a bírák. Természetesen a szorító sarkából figyelő Gálos Tamás sem örült a döntésnek és az ezzel járó vereségnek. Én nehezen éltem meg, mert én úgy gondoltam, hogy 2-1-re meg lesz, mert ugye Egála, tehát döntetlen volt még a második menet végén, és a harmadik menetben ez a gyerek, tehát alkarosat ütött a Rolandnak a fedezékére, viszont a Roland tényleg kontrából kettes-hármas ütések gyönyörűen ütek, ugye hát remélem a fényképen látszik, amit átküldtem, hogy a gyereknek ma olyan volt a feje, mint a lubbalom, itt majdnem felszakadt a szeme is, tehát a Rolinak gyakorlatilag, ha most megnézed, semmi sérülése nincsen, a srác az eléggé csúnyán nézett ki a meccs végére. A főpróba tehát nem sikerült jól, de remélhetőleg az előadás majd hibátlan lesz. A bocskai emlékversenyre már kedden elutaznak Rolandék, ahol 22 ország kiválóságai mérik össze az erejüket, közte több európai és világbajnoki helyezettel, valamint olimpikonnal.